ez volt az óriási nagy szerencsém. Következő a helyzet. Hévízre érve 1987. március 1-ével neveztek ki a hévízi kórház élére miniszteri biztosnak, és nem kellett nagy ész hozzá, pillanatok alatt rá lehetett jönni, hogy nem az a fő probléma, ami a kinevezésbe szerepelt, hogy felépíteni a leégett tóépületet, szakmailag felhozni az intézetet, ezen kívül munkafegyelem, és a többi, és a többi. Szóval ez egy másodrangú probléma volt. Hát az ember nem volt ott a családon, bementem reggel 7 órára, mit tudtam csinálni odahaza, és este 10-kor hazamentem. Eltelt 2 hét, és megkérdezte, hogy ugye más is ledolgozza a 8 órát. Hát ennyit erről, fegyelem, rend, tisztességgel ment a dolog, és én tudtam, mert látni kellett mindenkinek, hogy a probléma nem az, hanem ami nincs bent a kinevezésemben, hogy a tó tönkre megy. Na de miért megy tönkre a tó? És itt jön az, amit én megtettem a harmadik kötetbe. Én nagyon kemény szavakat mondok, Hévíz akkori vezetőinek. Hogy miért teszem ezt? Azért teszem, mert tessék nekem megmondani, párt állami vezető, illetve bocsánat, hát tanácsi vezetők, pártvezetők, a Hévízi Kórház akkori vezetői, a térség országgyűlési képviselői, mindenki tudta 1975 óta, hogy a Hévízi tóval óriási bajok vannak. De tessék nekem mutatni egyetlen egy dokumentumot, amely bizonyítja, hogy kiálltak a nyilvánosság elé, és azt mondták, hogy ezt nem, tiltakozunk. Sem rádió, sem televízió, sem írott sajtóban nem volt ez. Na most a következő történt, ezek után, hogy én végigjártam a bányákat, megnéztem, senkinek nem jutott eszébe Hévízre, hogy megnézze. Én végigjártam, megnéztem, és sok mindent megértettem. A vízemelőközpontot és a többi. És a lényeg a következő volt. 1971-ben megkapták az engedélyt arra, tehát 71-ben az évszámoknak nagy jelentősége van, megkapták az engedélyt, hogy az Adria szintje fölött lévő 176 méter magasan lévő kalviszintet levigyék 60 méterre. Hogy miért kellett ezt csinálni? Azért kellett csinálni, mert Gilmó professzor 1952 körül Európában az elsőként felfedezte, hogy ez a csodálatos bauxit, a nyirát térségi bauxit, magas 2,5-3%-os titán tartalommal rendelkezik. És kiszámították a 60-as években, hogy ha ezt el tudtuk volna vinni a londoni tőzsdére, ez 40 milliárd dollárt jelentett volna a magyar államnak akkor. Na most következő a helyzet, azonban ez a bauxit a víz alatt helyezkedett el messze túlnyomó többségében, körülbelül 70%-ban. Tehát eljutottak a karszvíz szintig, és akkor mit csináltak? Elkezdtek karszvizet emelni, engedély nélkül, már a 60-as években. De hogy mennyit emeltek, ezt senki nem tudja, ezt csak becsülni lehet. 71-ben megkapták az engedélyt, hogy lemenjenek 60 méterre, és akkor érdekes módon 75-ben már jelentkeztek a problémák a Hévízi tónál. Tudjuk, a depressziós törzsér tovább terjedt. Egy szeretnék, ne hagyom, hogy lenne, visszaadom a szót, csak a könyvedről szeretnék idevaló egy dokumentumot olvasni. Jó? De nevezetesen, már is, hogyha itt maradnál, és akkor a konzumium az ízlalik. Úgyhogy itt van egy dokumentum, egy levet. Ugye? Hát Medve László miniszter úrat említetted, és valóban ő erről tudhatott már, hiszen 1985-ben már egy olyan dokumentum készült, amit nem is akárkik írtak alá és hagytak jóvá, 1985-ben. És a könyvben szó szerint így van leírva, 1985. január 18-án volt egy értekezlet, aminek a jegyzőkönyvéből ugye a következő derül ki. A vízemeléssel történő bányászkodás Nyírád és Tatabánya térségében tovább folytatódik, akkor nem csupán a Hévízi tó szűnik meg, így van,
hanem Budapest gyógyforrása is kritikus helyzetbe kerülne. És ez az idézet az Ipari Minisztérium, az OHV, az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal, valamint a Tudományos Akadémia ülésén készült jegyzőkönyvből van, tehát fokozódó karsztvíz termelésre számíthatunk, főleg az 1985-90-es évek időszakára, és a budapesti termálrendszer vízhozama a mostaninak, tehát az akkorinak 60%-át esne vissza. Tehát ez nem kitaláció, ez egy jegyzőkönyvből szó szerint ízlelt dolog, és elnézést, hogyha megszakítottam a gondolatot, de menjünk akkor vissza a vízszintre, illetve a víz alá és a karszűk, és főleg a titán kérdésére, mert ez valóban nagyon-nagyon érdekes. A következő, köszönöm szépen, professzor, a következő történt, hogy 1962-ben apró Antal Moszkvába aláírta a 20 évre szóló szovjet-magyar Timföld alumínium szerződést. Amely szerződés azt jelentette, ugye, hogy nem Magyarországon építették meg a feldolgozó üzemet, elkezdték megépíteni 54-be, azzal, hogy 55. december 31-én átadják, valami jobb folytán azonban leállították az építkezést. Majd ezen Gilmour professzor, aki ezt Európában az elsőként állította elő a bauxitból, a nyirádi bauxitból a fémtitánt, és publikálta és vitte be a Tudományos Akadémiára már 52-ben, amikor az NSZK-ban még el se kezdték ezeket a vizsgálatokat. Na most mi történt a professzorral? Kötelező jelleggel el kellett menni neki Moszkvába, és Moszkvába, ahol sehol nem volt még ez a vizsgálatsorozat, a kutatás, neki be kellett indítani ezt az egész kutatást, és magyar alapanyagot szállítottunk oda, hogy tudják ezt csinálni. Na most nagyon érdekes, hogy 57-ben Gilmour professzor megkapta a második Kossuth díját azért, hogy fémtitánt sikerült előállítani, és 58-ban jött az állambiztonsági szolgálat, zárt teherautókon leszerelték az összes műszer, az összes dokumentációt, fegyveres védőkísérette, amelyet a szovjet elvtársak adtak, ismeretlen helyre szállították. És megtiltottak minden további kutatást ezen a területen. Ennyit erről. Na most nagyon-nagyon érdekes, ugye, hogy én azt nem értettem, hogy eljutottak ugye a 60 méterig. Tehát 1975 és 80 között már nagyon komoly problémát jelentett, hogy további 30 méterrel mélyebben még a bauxit oszlopok tartana. Tehát tovább kellett volna menni, további vizet emelni. És erre azt csinálták, hogy engedélyt kértek 1981-ben az ipar részéről, a vízügyi hatóságtól, bányakapitányságtól és a többi, hogy lejjebb vigyék 60 méterről 30 méterre a karszvíz szintet. Igen, ám csak a probléma az volt, hogy amikor ezt csak két évre kapták meg, kísérletszerűen.